A sportág teremben űzött változatának bajnokságai közül már vannak, amelyek elkezdődtek, de még nem ért véget a szabadtéri szezon sem. Az Adidas Streetball sorozat idei 8. tornáján Nyíregyházán 12 pályán pattogtatták a labdát a háromfős csapatok. Az idei rendezvényeken több mint 700 együttes lépett pályára, a dobóversenyeken pedig közel 5000-en indultak. A főszervező Kucsera József szerint a fiatalok kedvelik a kosárlabda betonon űzött változatát. 26. évet csináljuk a streetballt. Nagy örömömre szolgál, hogy lefedjük Magyarországot, és hogy itt Kelet-Magyarországon is működik a kosárlabda, illetve a streetball. Helyek közel mindig más az aktivitás, de azt gondolom, hogy azért a fiatalok ezt szeretik. Ez így van egyébként Körmentől Békés Csabáig, és hát van igény, hogy még esetleg növeljük a városok számát, de hát időben azt gondolom, hogy ez így megfelelő, és szeretném, hogyha a Nyíregyházán még hosszú ideig lenne. Mint Sitko Ernő, a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója elmondta, a 3-3 elleni játék fejleszti azokat a képességeket is, amelyeket a teremben hasznosíthatnak a kosarasok. Úgy gondolom, hogy mindenkinek jó, hogyha labda van a kezében. Én már nagyon régóta mondom, hogy akadémiai képzést akarunk az országban, szeretnénk, hogy a magyar játékosok többet játszanak a bajnokságban, ehhez viszont több edzés is kell. És úgy gondolom, hogy amíg bizonyos játékosoknál az iskolai rendszert nem találjuk meg ahhoz, hogy délelőtt, délután, tehát napi 5-6 órát tudjanak edzeni, addig nem sok esélyünk lesz az előrelépésre. És az a streetball is egy jó esemény arra, hogy még egy plusz edzést, vagy egy plusz mérkőzést, vagy akár több mérkőzést is be tudjanak iktatni a programjukba. Mivel a 3x3 bekerült az olimpia programjába, alaposan felértékelődött a 3x3 elleni játék. 26 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtük, akkor azt hittük, hogy ez egy olyan tömegsport játék, amit egy vagy maximum két évig érdekesség lesz, és majd ott a Városligetben a műjégpályán elpilinckázunk. Ehhez képest azóta 240 rendezvényt rendeztünk már az ország különböző pontján, és pont Nyíregyházára jöttünk egy olyan 6 évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk arról, hogy előbb-utóbb ez olimpiai sportág lesz, mert hogy az olimpia is szeretne megújulni, tehát az olimpiai mozgalom, és akkor még csak ilyen utopisztikus gondolatnak tűnt, hogy ebből akár olyan lehet, mint a strandröplabda, és lám, most Japánban már lesz 3-3, és van magyar szansz arra, hogy magyar női csapat, főleg, hogy kikerüljön, és hát ezt a szanszot kéne megfogni, és a fiatalok érzik, hogy ebbe akár ők is bekerülhetnek. A nyíregyházi tornán győztes csapatok bekerültek az országos döntőbe, amelyet szombaton a Magyar Kosárlabdázás napján Budapesten a Hősök terén rendeznek meg. Ugyanitt rajtol a 3x3-os bajnokság, amelyben az NB1-B-s kluboknak kötelező csapatot indítaniuk, így a Nyíregyháza Blue Sharks képviselői is ott lesznek a fővárosi rendezvényen.